Sziasztok, Báron Gáder a szövök, és ebben a rövidke videóban ismételten egy nagyon fontos, mégis általános dologról fog beszélni nektek, mégpedig az érzet, érzéktársításról, kialakulásának okairól, előzményeiről, illetőleg fontosságáról, szerepéről. Igaz, hogy ez nap mint nap körülvesz minket, azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mindenbe beleszól, befolyásolja a döntéseinket, és ha nem figyelünk oda, akár fals következtetéseket, rossz tetteket, rossz döntéseket vonhat maga után. Éppen ezért olyan fontos, hogy erről beszéljünk, és felismerjük, hogy mi is ez valójában. Ahhoz, hogy érdemben tudjunk értekezni a témáról, először is definiálni kell, hogy mi is az, hogy érzettársítás. Egyszerűen, úgymond pongyolán megfogalmazva, egy adott behatás érzett tovább gondolása, élmények, emlékek felidézésével. Hogy mit is takar ez? Mindenkinek biztosan van egy kedvenc étele, vagy legalábbis valami olyasmi, amit szeret. Ennek az ételnek elég megéreznünk a mámorító illatát, és már egyből a szánkban érezzük az ízét, és lelki szemeink előtt ott hever magányosan egy asztalkán, csak arra várva, hogy megegyük. Ez az érzék érzettársítás. Azonban a helyzet nem csak az ételekre, illatokra, ízekre, szagokra, élményekre, színekre, de mindenre igaz. Ezt a jelenséget viszonylag hamar felismerték egyébként, és nap mint nap találkozhatunk vele mindenhol. A McDonald's jellegzetes illata, ami már két sarokról érezhető, rengeteg vendéget hoz, lévén, hogy az illat miatt megkívánjuk. A marketing által rendszeresen befolyásolnak minket ilyesmivel. De gondoljunk egy orvosi rendelőre. A fehér színű csempékkel és falakkal tisztaságot áraszt magából, márha nem omlik a vakolat persze, ezzel is békességet, nyugalmat kölcsönöznek a betegnek. Gondolhatunk kedvenc filmszínészünkre, aki olyan mély benyomást tesz ránk, hogy képesek vagyunk akár egy egész szakmát, hivatást leírni pusztán a személye miatt, ilyen például a Dr. House, tipikus, ikonikus alkat. Most, hogy körülírtuk, hogy mi is az érzék, érzettársítás, és rájöttünk, hogy gyakorlatilag az egész életünk minden egyes percét körülöleli, nézzük meg, mi is az oka, hogy egyáltalán ez létezik. A képek között láthatok egy pókot. A legfontosabb oka ehhez kapcsolódik. A védelem. Ezek az összekapcsolások óvnak meg minket további negatív élményektől, illetőleg sarkalnak minket arra, hogy további pozitív élményeket szerezzünk. Gátolnak olyan dolgokba, amik rosszak nekünk. Ergo gyakorlatilag megvédenek minket testileg, lelkileg és pénzügyileg. Mindenhogy. Így joggal feltételezhetjük azt, hogy ez egy csodálatos dolog, hiszen arra hivatott ez a kis aranyosság, hogy védelmező karjaival körülöleljen minket. Azonban, mint meg annyi más dolog, ez nem igazán ilyen egyszerű. Az előző videóban a pályaválasztás nehézségéről értekeztem, és sajnos abban a helyzetben negatívként is megjelenhet. Hogy miért? Mert ha hamis az a kép, amit hozzá kapcsol, akkor hamis következtetéseket, ezáltal rossz döntéseket hozunk. Ezért nem tudom elégszer hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos különválasztanunk a valóságot a képzeletünktől. Az éleslátás, a racionalitás, a logikusság szinte minden helyzetben előnyt tudod fordítani, mint ahogy itt is. Ha úgy érzékeled, hogy indokolatlan a kép, amit az agyad összekapcsol egy érzéssel, érdemes ennek a dolognak a mélyére járni, vagy mélyére ásni. Nem kell vakon követni ezeket az érzéseket, és érdemes mindig felülvizsgálni a gondolatainkat. Bármiről is legyen szó, akár egy illatról, akár egy pozitív élményről, mert belevihet minket olyas valamiben, amit adott esetben nem akarunk, vagy adott esetben, hogyha utána gondolnánk, akkor tudnánk, hogy nem lesz pozitív végkimenetelő. Vagy igazából, ha a McDonald's-es példát nézzük, akkor rájöhetünk arra, hogy igazából nincs is rá szükség. Tehát olyan dolgokra tudnak rávenni minket a más emberek, vagy a saját agyunk, amik nem feltétlenül kell nekünk. Ami nem feltétlenül pozitív nekünk. Maga az érzék, érzettársítás egy pozitív dolog, azonban lehet egy nagyon nagy negatív vonzata is. Ennyi lett volna idézőjelesen mára, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor iratkozz fel, lévén, hogy rengeteg ehhez hasonló elgondolkodtató filozófikus ismeretterjesztő videó lesz ezen a csatornán. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, én Báron Gáder voltam, sziasztok!